Sziasztok! Ez egy rövid videó lesz arról, hogy az emberi hülyeség határtalan, avagy hogyan csesszünk ki lakótársainkkal, de jól! Na, most kimegyünk a folyosónkra, ide az ajtónk elé. Igazániból nem akarom különösebben kommentálni az eseményeket, egyrészt mert éjszaka van most már, és nehogy felzavarjak valakit. Másrészt meg a dolog szerintem eléggé magáért fog beszélni, úgyhogy majd utána, de először nézzük meg, amit meg kell nézni. Szóval kimegyünk így az ajtó, illetve a konyha ablakunk elé néző gang részre. Kutyus marad. Cuki. Na, kutya is van a videóban. Na, szóval következzen a dolog. Diszkó. Na, várjátok, leoltom sötétbe is. Na, remélem mindenki látta, amit látni lehetett. Pont vége szakadt a műsornak, mert most hány óra van? Éjfél pont. Na, és valaki pont hazajött, és vége szakadt a fényparádénak. Na, akkor mi a probléma ezzel? Először is kezdjük a jó oldalát, mert azért van neki jó oldal is. Tehát értem én, hogy legyen szép a gang, meg a közös rész, meg a lépcsőház, és tényleg megvan ennek a kis hangulat, ennek a kis hangulatvilágításnak, és avval nem lenne semmi bajom tényleg. Az olyan az ember, és akkor ott egy ilyen kedves fények, stb. Karácsonyi hangulat, nincs ezzel gond. A probléma ott kezdődik. Hát egy, este 10-11 után ez minek, amikor az ember lefeküdne, és ha valakinek mondjuk nem úgy, mint nekünk, hogy nem a konyhája nyílik így a gang részre, hanem mondjuk egy ilyen nappali előszoba, mondjuk előszoba az valószínű mindenkinél, de mondjuk hálószoba vagy bármi más, akkor az kapja a fényparádét, és ne agy Isten zavarhatja, vagy nem tud tőle még az esetleg aludni sem. Tehát ilyen szempontból ez eléggé nagy kicseszés így a földszinten lakókkal. A második probléma, és ez az új keletű dolog, tehát ez a diszkó, ez a hyperspace party, ami itt van. Tehát így hazajövök este, és konkrétan epilepsziát kapok, de vagy kimegyek, kinézek, vagy kimegyek a konyhába, és akkor is egy villódzás. Tehát ezt így hogy, és miért, és ki, és a vicc az, hogy ez már nagyjából egy ilyen 2-3 hete így itt van, viszont az utóbbi 3 napban kezdett el ilyen eszeveszett módon világítani. Úgyhogy ezt valaki viccből átállította szerintem, de így... Ha-ho! Szóval így mindenkinek, aki itt lelakik, nekünk már le van húzva a redőnye, nehogy még véletlenül is szellőztetni merjél éjszaka, amikor dögmeleg van, vagy alapul is minek van nyitva az ablakot, a földszinten laksz kategória. Na mindegy, szóval így gondoltam, csak ezt így megmutatom, és újabb példa arra, hogy az emberi hülyeség határtalan. Na mindegy, remélem azért jól mulattatok. Engem egyébként nem különösebben zavar a dolog, mert igazság szerint én elviselem ezt, de azért feltűnna. És mondom én ezt úgy, hogy egész nap a monitor előtt ülök, és azért meg vagyok így a villódzásokkal, hirtelen fényefektekkel és más dolgokkal. De azért vicces, nem? Na jól van, sziasztok!